Az ország pollentérképén jól látszik, hogy azoknak, akik a citrus és tiszafa félékre allergiások, most nem kell aggódniuk. Viszont vannak olyan területek, amelyeket pirossal jelöltek. Itt főleg a fűz, a nyár és a platánfélék nehezíthetik meg az arra érzékenyek mindennapjait. Nyíregyházán rengeteg nyírfa van a közterületeken, ezek pollen koncentrációja nagyon magas a térségben. Magyarországon évről évre tízezrekkel nő az allergiások száma, idén ők az enyhe időjárás miatt jóval hamarabb észlelhetik a tüneteket. Ezek azonban jól megkülönböztethetőek a koronavírus tüneteitől. Mind a két betegség a légutakban zajlik zömmel, azonban lényeges különbségek vannak a koronavírus okozta megbetegedések, illetve az allergiás betegség között. Akkor vegyük azt, ami ismert, mondjuk az allergiás betegség tüneteit, amiről pontosan tudjuk, hogy mik a tünetek. Ez a nagyfokú orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, ordugulás, fülkült, lágyszájpad viszketés. Meg kell említenünk, hogy itt is van az ízérzésnek, a szaglásnak a kiesése, viszont nem olyan jelentős, mint ahogy halljuk a koronavírus tekintetében. Ha a koronavírusról beszélünk, akkor ugye itt van a nagyfokú gyengeség, végtagfájdalom, izomfájdalom, magas láz, ami allergiában nem jellemző. Akik már évek óta küzdenek valamilyen allergiával, azok jól tudják, hogy érdemes figyelni a pollen jelentéseket, és a virágzás előtt 2 héttel el kell kezdeni a gyógyszerek szedését. Nincsenek viszont könnyű helyzetben azok, akik most kezdik produkálni az allergiás tüneteket. Ugye tudjuk, hogy most a szakrendelések nem működnek tekintettel a járványügyi helyzetre. Meg kell különböztetnünk azt, aki régi allergiás. Aki régen allergiás, ők ismerik a tüneteiket, ismerik azt, hogy az év melyik szakaszában jelentkeznek, tudják a gyógyszereiket, amit a háziorvosok felírhatnak, e-recept formájában is, akár megjelenés nélkül. Ugye itt az új allergiás betegekkel van problémánk, abból a szempontból, hogy ők nem biztos, hogy olyan korán felismerik a tüneteiket, nem nagyon tudják, hogy milyen gyógyszerhez nyúljanak. Nem szoktuk máshol előtérbe helyezni a vén nélkül kapható allergia készítményeket. Most viszont azt tudom javasolni, akinek ezek az allergia tünetei vannak, amit az előbb felsoroltunk, próbáljon meg a gyógyszertárba antihisztamint orspét venni, próbáljon meg különböző ilyen gyógyászati segédeszközt alkalmazni, értem ezen az orrrögzítőket, az inhalátorokat, és hát ha majd mód lesz, akkor próbáljuk meg kideríteni, hogy mire is allergiának. A régi és az új allergiásoknak is érdemes szedni a megfelelő gyógyszert, ugyanis ha belélegzik az allergéneket, az gyulladást okozhat a szervezetben. A szakemberek szerint nem megfelelő kezelés esetén a gyulladás megváltoztathatja a nyálkahártya funkciót, ezáltal pedig fogékonyabbá válhatnak egy fertőzéssel, így akár a koronavírussal szemben is.